Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták ebben a műsorban, napról napra, hétről hétre igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat, érdekes foglalkozásokat bemutatni önöknek. Ma is így teszünk, stúdiónk vendége, két fiatal katonazenész, Varga Bence, illetve Lastik Mátyás, és mind a ketten őrmesterek. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. Napot kívánok. Jó napot. Az, hogy fiatalként mondjuk valaki zenész szeretne lenni, az azt hiszem, hogy egy teljesen elfogadható dolog, de a katona zenekari közreműködés az hogy jött például a te életedben? Az én életemben úgy jött, hogy amikor ide kerültem szakközépiskolába, Székesfehérvárra, láttam, hogy a Városház téren nagyon nagy, tehát óriási tömeg volt, és szólt egy nagyon precízen kialakított, hát hogy is mondjam, egy zene, és akkor találkoztam először ezzel, hogy katonák katonaruhában zenét játszanak, és ez nekem annyira megtetszett, hogy évek óta próbáltam ennek utána járni, hogy ezt hogy lehet művelni, és akkor egyszer csak az utamba került egy próbajáték, és akkor így jött ez így szóba. Ez mondjuk azért is érdekes, mert itt Székesfehérváron pont Fricsei Rihárd volt az, aki a zeneiskolát kvázi megalapította, és ugye ő katonazenészként is elismert. De gondolom, hogy ezt mesélték nektek az iskolában is. Így van, igen, igen, igen. Meg a róla elnevezett katonazenekari fesztivál is ugye országos hírű, és már volt szerencsém kívülről megszemlélni, úgyhogy mindig egy óriási élmény. És a te életedben hogy jött? Hát nekem, hogy én Móri vagyok, ugye itt a közelben lakom, és nagyon sok katonazenész is Móri, innen a zenekarból, sokan járnak vissza kisegíteni a Móri fuvolyzenekarba, valamint a volt tanárom is itt a zenekarban szolgál, és ő szólt nekem erről a lehetőségről, és még annyi, hogy a katonaság az én életemben egy kicsit még úgy rádobta, hogy katonazenész lék, hogy a testvérem is katonának készül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Akkor ilyen családi hagyomány is van? Hát úgy néz ki, eddig nem volt katona, most ti már úgy néz ki, hagyományt. Hogy lesz kettő, igen. És a te családodban volt ennek előzménye? Az én családomban nem volt, igazából egyik részről sem, tehát se katonák nem voltak hivatásos szinten, sorkatonák voltak, a nagyapám is és édesapám is, és zenei részről sem, úgyhogy ez nem is tudom igazából. Úttörő vagy? Teljesen, igen, mondhatni, hogy úttörő vagyok ezzel így a családban, igen. Amikor az ember elgondolkodik azon, hogy mondjuk a katonai életpálya az egy meglehetősen szabályozott, egy ilyen feszes életpálya, vagy egy ilyen foglalkozás rémlik így fel előttünk. A zenésztét meg egy kicsit ugye az ember azt gondolja, hogy az egy ilyen művésztét, ott azért a szabályoktól egy kicsit elrugaszkodva élhet az ember. Hogy lehet ezt ötvözni a katonazenészek életében? Meddig művész és meddig katona az ember? Igen, ez egy ilyen örök kérdés egyébként, sok esetben van, hogy ezt így nem is nagyon tudják szétválasztani az emberek így a gondolataikban, de amikor mi játszunk, zenélünk a színpadon, mint katonák, abszolút megvan a művészi szabadságunk, tehát a karmester meghatározza, hogy mit fogunk játszani, de azt, hogy hogyan, az már teljes mértékben ránk van bízva. És ez, hogy lehet összehozni a katonasággal, hát ugye amikor valamilyen sorakozó van, vagy bármilyen szolgálati repertoárra való felkészülés, mondjuk most mondok egy teljesen egyszerű példát, mondjuk egy temetés, vagy egy koszorúzás, amit többen is találkozhatnak civilként, ez itt nagyon jól megjelenik, hogy ott egy rendkívül szabályozott és precízen végrehajtott formációt látnak, de amikor a színpadon játszunk, akár civilként ugye, vagy pontosabban civileknek a városban, akkor ez meg csak és kizárólag a művészi megvalósítást jeleníti meg. De ez mondjuk jelenthet nehézséget, hogy mondjuk a szolgálatot, hogyha már említetted, azért beszélgettünk például többször Ruf Tamásról is, és ő is mesélte, hogy és akkor ki kellett menni mondjuk árvédi védekezéshez, ugyanúgy kirendelték a alakulat tagként mondjuk a zenésztársakat, és aztán ezt a kettőt azért csak össze kell hozni. Hát igen, nekünk ebben ugye szerintem még a Bencének se volt szerepe, meg nekem se, de hogyha bármi olyan van, ugye volt ez a vörösiszap vagy árvíz, akkor hogyha arra kerül sor, akkor nincs mese, akkor le kell tenni a hangszert és menni kell. Ugye ez kötelesség, úgymond. Ha már említettitek a hangszert, akkor egy kicsit térjünk ki erre, hogy ki milyen hangszeren játszik. Hát én ütős vagyok, ütőhangszeres, ez itt sokszor összeszoktak emelni, hogy dobós, ütős, ez hogy is van.
hogy ott csörömpölünk ott hátul, meg hogy ez mégis hogy néz ki. Hát dobos, igazából tényleg csak dobol, tehát dobfelszerelésen játszik, ami nem kisebb erény, mint ütőhangszereken játszani, csak egy kicsit más vonal. Az ütősök, mint aminek mi is vagyunk mindannyian a zenekarban, mi mindenféle ütőhangszeren játszunk, tehát kézzel megszólaltatható hangszereken, dallamhangszereken, bőrös hangszereken, és akkor ennek a variációit szoktuk használni. Én klarinéton játszom, valamint itt a zenekarban lehetőségem nyílt, meg tehát kell is, mert vannak olyan koncepciók, ahol szaxofonnal kell fellépnünk. És akkor ez is kihívás, gondolom. Merrefele jártatok már a zenekarral fellépni, vagy mit éltetek meg eddig a zenekari életből? Hát eddig voltunk ugye sokszor a campben, ami itt van ugye Pákozdon. Ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, az első ilyen önálló bevetés az gyakorlatilag az nekem ott a campen volt, ami nagyon nagy élmény volt. Ugye nagyon szép maga az emlékpark is, és ott játszani is egy nagyon nagy élmény. Utána a második ilyen nagyon-nagyon meghatározó élmény az az adventi koncert volt a Ciszterci templomban. Arra nagyon sokat készültünk, és szerintem nagyon jól is sikerült. És számodra? Hát körülbelül együtt érkeztünk a Bencével, úgyhogy ugyan ez a kettő, ami ilyen nagyobb kiemelt esemény, meg hát ugye a koszorúzások, nemzeti ünnepek, amik még a műsor, tehát ott ugye általában az iskolások műsorával együtt tudjuk mi is színesíteni a rendezvényt. Milyen volt a fogadtatás? Mennyire ilyen nagy család ez a zenekar? Azt szokták mondani, ugye az, de hogy jó volt a fogadtatás, hamar beilleszkedtetek? Szerintem teljes mértékben mindenki nagyon segítőkész volt, bár gondoljunk itt a szolgálati repertoárásait sajátítására, vagy akár a mozdulatok, vagy bármi, hogyha olyan probléma volt, hogy hiányzott egy rendfokozatjelzés, az idősebbek meg a régebben itt szolgáló kollégák egyből odaadták, hogyha volt több, mindenben segítenek nekünk, tehát teljes mértékben egy nagy család, valamint van egy ilyen szokás is a zenekarnál, hogy az új kollégák már megjöttek, de még nem látjuk őket. Egészen addig, amíg egy kis megvendégelés, egy kis üdítő, egy kis sütemény nyel, meg nem vendégelik az idősebb tagokat. Így van, igen, egyébként hasonló élmény volt nekem is, tehát rengeteget segítettek az idősebb kollégák. Nem is úgy mondom, hogy idősebb, hanem régebb óta tényleg itt szolgáló katonák, akik mindenben, tehát tényleg a szolgálati repertoárban, az alakios végrehajtásban, a laktanyában való mozgás, közlekedés, hogy ez pontosan, hogy kell az előjáróknak a fogadása, ebben minden, tehát tényleg abszolút azt lehet mondani, hogy egy nagy családként működünk így egymással, úgyhogy ez így nagyon jó. Mi volt az, ami a legnehezebb volt számotokra, mi okozta a legnagyobb kihívást elsajátítani, vagy úgy rögtön belerázódtatok mindenbe? Hát mondhatni, hogy rögtön belerázottunk, mert nem is nagyon volt idő, hiszen tényleg annyira sok feladat van, hogy gyakorlatilag csak a szolgálati repertoárnak az elsajátítása volt legalábbis számomra az elsődleges nehézség, de ugye önmagában a hangszeren való játék, vagy a katonás viselkedés, ugye mozgások, ezeket az alaki képzésen elsajátítottuk, úgyhogy innentől kezdve már csak a szolgálati repertoárnak az elsajátítása volt kicsit nehezebb, igen. Hát nekem is talán ugye a szolgálati repertoár, valamint a szaxofon, mert igazából nekem ez teljesen új, tehát soha nem volt még a kezembe, és akkor itt kaptam egy hangszert, mondták, hogy akkor el lehet kezdeni gyakorolni, és akkor szerintem a nőnapi koncert volt az első olyan, ahol már szaxofonnal ültem a zenekarban. Igen. Igen. Említettétek, hogy volt alapkiképzés, ezt hogy képzeljük el, hogy milyen a katonazenészeknek az alapkiképzése, vagy ott inkább ilyen katonai alapkiképzés van, és mellette van a zenekari kiképzés is? Hát a zenekari az teljesen itt indul, ahogy megjövünk az alapkiképzésről. Az alapkiképzés az ugyanaz, mint bármilyen katonának, tehát az csak a katonai dolgok. Ugye az alaki begyakorlása, megtanulása, tiszteletadás, az előjárók fogadása és a katonai érintkezés szabályai, lövészet, harcászat, térképészet, minden, ami az alapkiképzés része. Tehát tényleg azt lehet elmondani, hogy minden olyan alapismeret, amit el kell sajátítani egy katonának, azt ott elsajátítjuk. Tehát ott tényleg katonák vagyunk, ott nincs az, hogy valaki majd ugye később mondjuk mentőtiszt lesz, vagy az egészségügyben, vagy a zenészként fog elhelyezkedni az alakulatnál, hanem itt tényleg mindenki megkap az egységes alapkiképzést,
és akkor ahhoz képest majd az alakulatnál pedig megkapja a további kiképzéseket. Akkor itt mondjuk ilyen fizikálisan is fel kellett készülni, gondolom nyilván, és ugyanazok a tesztek, meg feladatok vonatkoztak rátok. Tehát, hogyha 8 kört kellett futni, akkor nektek is 8 kört kellett futni, gondolom én. Így van, igen. Ez tényleg így volt. Tehát ebben nem volt különbség fizikai állapotban sem. Amikor beszélgettünk erről a mai találkozóról, akkor én annyit kértem, hogy hozzatok magatokkal valami fontos dolgot. Akkor menjünk sorba, mivel készültél nekünk, mit hoztál magaddal? Én még amikor 6 éves voltam, akkor a nagyapámtól kaptam egy kanálgépet, ami azóta is megvan, és ez igazából attól érdekes, hogy a nagyapám is valakitől örökölte. Sajnos már nem emlékszem, mert ő sem biztos, hogy már elmondta, így már nem emlékszem pontosan történt, de ezt tőle kaptam, és azóta megvan, és vigyázok rá. Ezt vittem magam az alapkiképzésre is egyébként. Ugye nagyon hasznos tárgy, főleg amikor mondjuk lövészeten kint vagyunk, vagy harcászkodni, akkor ugye gyakorlatilag a kanálgép mindenre jó. Konzervnyitás, bár mindenféle nemű étkezéshez jó, tehát leveshez, főételhez, bármihez. Meg hát biztos, hogy jó minőségi anyagokból készülhetett, hiszen hát ahogy említetted, a nagyapától kaptad, biztos, hogy több évtizedes akkor már ez így a van. Kis rökség, és mindig, még mindig nagyon szép állapotban van. Igen, egyébként ezen, hogyha ha jól emlékszem, erre rá is van írva, hogy 1968, tehát ezen ezt így meg is lehet nézni, tehát 68-ban azért, és ahhoz képest szerintem tényleg teljesen jó állapotban van. Tehát ezek tényleg nagyon strapabíró eszközök, ezért én is próbálok rá nagyon vigyázni, és hogyha úgy alakul, hogy majd lesz gyermekem, akkor megpróbálom én is neki továbbadni, ez egy jó emlék. És akkor ez volt veled az alapkiképzésem, meg minden más fontos helyszínre viszed magaddal, hogy veled legyen? Így van, igen. Amikor mondjuk most megyünk éjszakai lövészetre, nem olyan régen voltunk az alakulattal, oda is kivittem, ott is tudtam vele étkezni, és volt, amikor más mondjuk civil elfoglaltságomban is elvittem, tehát kirándulni, vagy hegyet mászni is elvittem már magammal, és ott is teljesen jól működött. Úgyhogy nagyon hasznos dolog. Akkor ez egy világjáró készlet. Abszolút, így van, igen. És te mit hoztál magadra? Nekem egy sokkal kisebb, és ugye nem is tudom levenni, itt van rajtam, ez ugye a névtáblám, és ezt a testvéremtől kaptam, mivel amikor ide kerültem az alakulathoz, akkor ezt úgy kell megigényelni, és itt kicsit húzamosabb idő, amíg megkapjuk, és ugye már nekem mindjárt az első héten ki kellett vonulnom a zenekarral egy temetésre, szükségem volt, és akkor mondta, hogy neki úgyis van több, úgyhogy ezt rám hagyta. Úgyhogy ez végül is a testvéred. Igen, a testvérem. Vagyis hát most már az enyém. De... Most már a tiéd, de a testvérettől igen, kapott. Igen, tőle kaptam. És ő az, aki ugye a katonai igen. pályára készül, és így lesztek ti katona család. Igen, majd egyszer. Együtt. Nagyon díszes egyenruhában vagytok erről. Mit tudhatunk? Ez a zenekarhoz tartozik, vagy az alakulatokhoz tartozik, vagy mit kell tudni erről az egyenruháról? Hát ez az egyenruha alapvetően a szárazföldi haderőnemnek a dísz egyenruhája, de mindenki hordhatja, tehát a tábornokoknak hívéve, de ugyanúgy, igazából csak a rendfokozat változik rajta, ami itt van ugye itt a vállap környékén, és hogyha már tiszt vagy zászlósi rendfokozatban van valaki, akkor ezek a díszes szalagok és a gombok színei azok megváltoznak, de alapvetően ez a szín és a kinézet az mindenkinek egyforma. Amikor beszélgettünk arról, hogy ugye zeneiskolát végeztetek, és akkor utána körvonalazódott, ugye mindenkinek megvolt a saját személyes élménye, hogy miért lesz éppen katonazenész, akkor ugye említetted a Fricsei Katonazenekari Fesztivált is, meg számos ilyen dolgot, és azóta már voltatok koncerteken is. Milyen visszajelzések voltak nyilván, amikor mondjuk civilekkel találkoztatok? Pozitív volt a fogadtatás, vagy milyen visszajelzések voltak? Abszolút jó véleményeket kaptam a rokonoktól, családoktól, meg barátoktól is. Igazából sokszor az emberek még most sem tudják pontosan hová tenni ezt, hogy katona, zenész valaki, de mégis ugye katonaruhában vagyunk, de játszunk, zenélünk, ezt kicsit még nehéz az embereknek így megszokni, hogy ez hogy ilyen van, de mindenki nagyon jól fogadja mindig egyébként. Igen, nekem is szüleim előszeretettel járnak ezekre a koncertekre,
és valamit, amit a Bence is mondott, hogy ezt elég nehezen tudják összehasonlítani az emberek, hogy mondom, hogy mi a foglalkozásom, a hivatásom, és akkor így nézik, hogy te ezért kapsz pénzt, és hogy ez a, hát mondom, igen, de hát hogy azt hogy lehet. És akkor mindig elmondom, hogy hát azért ez nem csak annyi, hogy bejövök ide, és akkor egyből belecsöppentem ebbe, hanem azért ebbe ugye több éves munka benne van, ha úgy vesszük, már általános iskolától, amíg eljut ide az ember. De természetesen mindenki pozitív visszajelzést kapunk. Meg talán azt mondhatjuk, hogy a katonazenészek azok, akik legközvetlenebb vannak kapcsolatban a civil lakossággal, egyfajta ilyen hidat is képeztek talán a katonaság és a civilek között, és azáltal talán egy picit a társadalmi elfogadottságát is tudjátok emelni a katonai életpályának, nem? Igen, igen, igen. Egyébként ez sokszor szóba kerül ott a zenekarnál, amikor megyünk valahol a kivonulásra, hogy próbáljunk meg mosolyogni, kommunikálni, hogyha kérdeznek meg egyébként. Ugye sok barátot szerez így az ember, látnak minket, megismernek az utcán, például előfordult már, és megkérdezik, hogy mikor lesz a következő koncert, ugye lesz még adventi koncert, ugye lesz mondjuk virágvasárnapi koncert, ami egyébként idén is lesz, és ezt sokszor előfordul, igen, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen hidat képzünk így a civilek és a katonai életpálya között. Így van, igen. Így van, és pont egy friss élmény, Pákozdon most volt a kempnyitó, 10 éves ugye a kemp, és a koncert után már a zenekar fennült a buszon, és egy idősebb hölgy felkéreckedett, de csak annyira, hogy elmondja, hogy mennyire tetszett neki, és hogy nagyon szépen köszöni ezt az élményt, amit mi nyújtottunk neki. Meg hát, hogy mondjuk például te is említetted a Fritzsei Richard Katonazenekari Fesztivált, aminek tényleg már ilyen nagyon nagy hagyománya van itt Székesfehérváron, hát ott aztán lehet látni, hogy egyrészt mindig megtellik a tér, mindig rengeteg az érdeklődő, sőt, ott aztán a kisgyerekek oda is szoktak futni a zenészekhez, meg hát ugye az egy kicsit ilyen könnyedebb, még a katonazenén belül is talán egy kicsit könnyedebb műfaj. Igen, 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 ezt egyébként nagyon szeretik, főleg tényleg a gyerekek itt a ugye csillogó hangszerek, meg az egyenruhának a díszessége, az, hogy ugye nem csak játszunk, hanem ugye mozgások is be vannak gyakorolva ilyenkor, tehát ez az alaki mozgás, így össze van hangolva a zenével, ez mindig nagyon tetszik az embereknek, a gyerekeknek, meg aztán tényleg pláne, ez mindig egy jó élmény, hogy ők is így élvezik. Bár ti már említettétek, hogy ugye általános iskolától kezdve mondjuk erre az életpályára készülni kell, vagy erre a hivatásra, de hogyha mondjuk valaki most fiatal, és nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen magával, de éppen nézi ezt a beszélgetést, akkor miért tudnátok neki ajánlani ezt a pályát? Hát igazából szerintem, akinek már csak ez a katonaság tetszik valamennyire, az mindenképp megpróbálhatja, főleg, hogyha van valami irányítsága a zenével kapcsolatban, mert nem kevés gyakorlással, de felvételt lehet nyerni egy zenei szakközépiskolába is, ugye azzal a végzettséggel már itt is lehet szolgálni. Így van, igen. Tehát, hogyha valakit érdekel a zene, és azt szeretné, hogy mondjuk minden nap találkozzon a zenével, minden nap játszon a hangszerén, akkor ez egy abszolút jó hogy mondjam, egy lehetőség, mert minden nap játszunk a hangszeren, minden nap gyakorlunk, minden nap próbálunk, és emellett még katonák is vagyunk, hogyha valakiben van némi elhivatottság mondjuk ezzel kapcsolatban is, akkor ez a kettőt szerintem elég jól ötvözi. És akkor így ezt nagyon-nagyon jól lehet hasznosítani az életben is. Te egyébként mindenképpen ide Székesfehérvárra szerettetek volna jönni? Én mindenképpen, mert én Komárom-Esztergom megyei vagyok, ott születtem, ott nőttem fel, ott lakik a családom, úgyhogy nekem gyakorlatilag ez volt a legközelebb, meg én nagyon szerettem volna ide jönni, nagyon tetszett a zenekarnak a munkássága. Meg hát Székesfehérvárra is jártál vele is. Így van, ez meg a másik, így van. Úgyhogy én igen. Hát én is igazából, ugye itt Mór 23 kilométerre van, ha jól tudom, itt van a közelben, ugye mindenki mondta, meg támogatott is, úgyhogy nekem ez teljesen lehető legjobb. Meg már sok mindenkit ismertél is. Igen, a zenekarban is. Lehet-e tudni már, hogy mikor lesz a legközelebbi nyilvános fellépésetek, ahova mondjuk várjátok a fehérvári érdeklődő közönséget? Igen, itt az előbb pont említettem, hogy a Budai úti református templomban a virágvasárnapi koncertünkre nagy szeretettel várunk mindenkit, már készülünk, úgyhogy ez a következő nagy koncertünk, ami nyilvános lesz. Említetted a már készülőnket, ilyenkor mennyit gyakoroltok, mennyit próbáltok egy-egy ilyen koncertre, nyilván a szokásos alaki elfoglaltságok mellett?
Hát igazából ugye minden nap próbálunk több órát, amikor viszont felkészülünk egy ilyen nagy koncertre, akkor előfordul, hogy reggel bemegyünk, és akkor két órát gyakorlunk, egy kis szünet, és utána még két órát gyakorlunk, így körülbelül nagyjából így tudnám így összegezni, hogy a nagy fellépések előtt körülbelül így szoktunk. Ez mennyire megterhelő? Hát azért eléggé, ha nem is fizikálisan, de mentálisan mindenképp, hogy ugye az ember ott két órán keresztül koncentrál, utána egy kis szünet, és akkor megint két órán keresztül, hiszen az mindenkinek viszi előre a dolgát, és megkönnyíti, hogyha mindenki 100%-osan odafigyel, figyel a karmesterre, hogy mit kér, hogyan kér, eljátsza azt, amit el kell, és akkor utána mindenkinek könnyebb mehet a dolgára, meg pihenhetünk is, meg nyilván, hogy jól sikerüljön a koncert, ez is benne van. Úgyhogy mentálisan mindenképp megterheli az embert. És mondjuk a nagy koncertek mellett is vannak olyan fix elemek a repertoáron, amit azért mindig eljátszotok, hogy mindig benne legyen a kezetekben, hogyha lehet ezt így mondani. Igen, egyébként ez elő szokott fordulni, főleg amiatt is, hogy ha mondjuk egy olyan hirtelen jött felkérés van, amit mondjuk nem tudtunk előre mondjuk egy-két hétre, hanem mondjuk következő napra kell, akkor ugye pont emiatt vannak ez így repertoáron tartva ezek a darabok, hogy bármikor ki tudjunk állni a színpadra. Tehát ilyenek vannak, így van, és folyamatosan gyakoroljuk ezeket is. Te pedig az új hangszeredet is folyamatosan, akkor ezek szerint. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és egy kicsit betekintést adtatok nekünk, hogy milyen a katonazenészek élete. Köszönjük szépen a meghívást. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, azt már akkor hallhatták, hogy virágvasárnap a budai úti református templomba érdemes ellátogatni, ahol a helyőrségi zenekar ad majd koncertet, hogyha tehetik, akkor nézzék meg, hallgassák meg, biztosan nagy élményben lesz majd részük. Köszönöm, hogy velünk tartottak, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk. Viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!